Mindannyiunk érdeke, hogy az igazságszolgáltatás működése széles nyilvánosságot kapjon. Azért forgatunk a tárgyalótermekben, hogy megmutassuk, hogyan védik alapvető jogainkat az ítélkező bíróságok. A sajtó a napi hírverseny miatt a legtöbbször csak felületesen tudósít a tárgyalásokról. Pedig a tárgyalótermekben sokszor szürreális jeleneteknek lehetünk szem és fültanúi. Ilyen volt például az is, amikor ugyan sikeresen pereltük ki a nemzeti dohányboltos pályázatokat, de az Alperesnek sajátos elképzelése támadt a szkennelés és a másolás viszonyáról. Le kell másolni azokból ki kell húzni, Ezt a papírt lemásolom, utána kihúzom belőle ezt a dolgot, és az beszkennelem a szkennerbe. Az pont egy filmásolás. Egy másik esetben, a Gyöngyös Pataperben, az egyenruhaszú jelentéséről folyt elképesztő vita. Most kérdés, hogy ki mit vesz egyenruhát? Mackóba, frakba voltak, vagy ide voltak tehát? Hát én egy ilyen fekete ruhában voltam, és... Mire voltak, hogy mondtam? Fekete ruhában voltak, tehát a feleségnek is van sok fekete ruhája, ők szeretik a fekete ruhát, ez bármit akar. Fekete színű, most a színére mondom, hogy így lehet őket jobban megkülönböztetni mondjuk egy átlagos embertől, aki éppen mondjuk pont nem fekete ruhát visel. De ezek a fekete ruhák, ezek különböző fekete, vagy azonos típusú fekete ruhák voltak? Hogy érted? Azt hiszem, hogy a hátukon volt kiírva, hogy szerű örüljön, hol lehető egyesület. Nehezen feledhető volt az is, amikor Új Péter újságírót indoklás nélkül vanták felelősségre, mert szarnak minősítette a tokai kereskedőház borait. Terheltnek módja és lehetősége volt kifejteni azt a véleményét, hogy a tokai borház borait nem tartja jó minőségűnek, gyengének tartja őket. Mindezt megtehette, és részben meg is tette olyan módon, amely nem lépte túl a szabad vélemény nyilvánítás jogát. Azonban a szar kifejezés használata már túl ment ezen a határon. Ez, én azt hiszem, bővebb indokolásra nem is szorul. Ezek a jelenetek csak azért kerülhettek nyilvánosságra, mert a bíróság engedélyezte, hogy a TASZ forgathasson a tárgyalóteremben. De ez nincs mindig így. A bíróságok következetlenül és önkényesen értelmezik a tárgyalás nyilvánosságának szabályait. Míg egyes bírók minden további nélkül lehetővé teszik nekünk a forgatást, mások csak a hivatásos újságíróknak engedik ugyanezt. Pedig a Strasbourgi Bíróság kimondta egy 2009-es ítéletében. A jogvédő szervezeteket, így a TASZ, a sajtóhoz hasonló jogok illetik meg. Hiszen ugyanazért vagyunk jelen a tárgyalótermekben, amiért a sajtó. Hogy felelősen tájékoztassuk a közvéleményt. Ha a sajtó forgathat, a TASZ is forgathat. Ez a jog nem korlátozható a hivatásos újságírókra.